Magyarország is támogatja például a harckocsik működését biztosító üzemanyaggal is. Aztán a NATO bővítés nagykoalíció sajnálatos megszavazása után nem csoda, hogy hazánk is felkerült az oroszokkal barátságtalan országok listájára. Óvaintem önöket attól, hogy folytassák ezt a provokációt Svédország felvételének megszavazásával is, ami ugye alapvetően balliberális és külföldi nyomásra történik, de a Mi Hazánk mozgalom arra búzítja önöket, hogy ne hátráljanak meg, és ezt ne támogassák. Szintén bizonyíték a Fidesz háború pártiságára, hogy idegen katonai felvonulási területté vált hazánk a NATO harccsoportok, főként amerikai páncélosok beengedésével. Magyarország függetlenségének feladása elfogadhatatlan. Idegen haderőknek nem volna helyük hazánkban, Magyarország a magyaroké. Rendkívül álságos az a kormányzati propaganda, hogy a magyar-ukrán határt nem lépik át fegyverszállítmányok, hiszen hát valójában igenis mehetnek Magyarországon keresztül fegyverszállítmányok Ukrajnába, Szlovákia és Románia közbeiktatásával. Ez egy rendkívül álszent megoldás a kormány részéről. Sőt, magyar katonai felségjelzésű szállítógép is, tehát magyar felségjelzésű katonai szállítógép is visz fegyvereket Ukrajnának. Ugye a Pápán állomásozó NATO nehéz légiszállító ezred egyik magyar felségjelzésű C-17-es repülőgépe. A rakéták bepakolásáról fénykép is megjelent, tehát nem nekünk számoltak be titkos iratokban erről, hanem kiszivárgott, ugye, interneten napvilágot látott. Kérdezem ezek után, miniszter urat, hogy milyen fegyvereket szállított még Ukrajnának ez a magyar felségjelzésű katonai szállítógép, ezen az esetben kívül, ugye, amiről ugye fényképeket láttunk, ugye rakétákat bepakolni. Aztán a balti légtér biztosítását is vállalták sajnálatos módon magyar gripenekkel, és így konfliktusba is kerültek orosz vadászgépekkel, amelyről büszkén számolt be a Magyar Honvédség a honlapján, tehát ez sem titkos információ. Sőt, a magyar gripenekkel Szlovákia légterének védelmét is vállalták, hogy közben ők Ukrajnának adhassák a saját MiG-29-eseiket. Ez megint az Ukrajnában zajló amerikai-orosz háború közvetett támogatása. A magyar kormány továbbá eltitkolta, és a szlovák védelmi minisztertől kellett megtudjuk, hogy ukrán katonák, katonai egészségügyi szakemberek képzésében is részt vesz Magyarország. A részleteket hiába tudakoltam miniszter úrtól. Hány ukrán katonát képeztek ki Magyarországon? Titkos. Jelenleg hány ukrán katona van hazánkban ecélból? 30 évre titkosítva. Hol folyt és jelenleg hol folyik ilyen kiképzés? Nincs itt semmi látnivaló. Mennyibe került a kiképzésük? Elveszítette közpénz jellegét. No, miniszter úr, most hajlandó-e valamit elárulni ezekről? Szerintem sokakat érdekel. Aztán a Magyar Honvédség parancsnoka tavaly nyáron titokban látogatta meg az ukrán vezérkart, erről is csak utólag ukrán híradásból értesültünk. Az ukrán fegyveres erők vezetője akkor úgy nyilatkozott, hogy elégedett Ukrajna és Magyarország katonai együttműködésének szintjével. Hát most már kezdjük érteni, hogy miért. A bizottsági ülésen a képviselők a saját véleményüket mondják a saját nevükben. Tehát a bizottság hogy semmiképp sem keverjék esetleg a tudósításokban itt. Még az is azt mondjuk, hogy a Hominem bizottság előtt, bár tényszerűen igaz, természetesen élesen különböző a véleményünk tovább előttől, és egyáltalán nem fogadjuk el azt az álláspontot, amit kifejtett, hogy egy háborúban álló ország számára humanitárius segítséget nyújtani az egyenlő a háborús erőfeszítések közvetlen támogatásával. Hiszen ha akkor, amikor sebesült ukrán katonákat látunk el Magyarországon, ezen a logikában mondhatnám Novák előtt, hogy de hát ezzel tehermentesítjük egyébként az ukrán katonai egészségügyi ellátást, így mint közvetlen háborús támogatást nyújtunk Ukrajnának, mint ahogy az ukrán több mint hazánkba érkező 1,1 millió ember humanitárius ellátása szintén nem az ukránok közvetlen háborús támogatása, hanem a legelemibb emberi kötelességünknek való megfelelés. Tehát ezzel egyáltalán nem értünk egyet. Szeretném még nagyon határozottan állítani, hogy ahogy eddig sem, Magyarország ezután sem szállít, nem szállított és nem szállít fegyvert. Magyarország a háború sújtotta Ukrajnába semmilyen formában. Ez egy elhatározott és sziklaszilárdnak tartott alap doktrínánk.